Péter és a mindig tele éléskamra. Második mese. Telt múlt az idő, és a kisfiú, akit Péter néven emlegettek a kis erdélyi városkában, valódi ifjoncá cseperedett. Dolgos, szorgalmas, szép szállegényé vált, aki még mindig imádta a hűvös téli napokat, amikor reggeltől napestig elszórakoztak barátaival a környékbeli dombokon barangolva. Egy napon azonban, amikor Péter épp szánkozni készülődött, az apja így szólt hozzá. Fiam, ma elmarad a szánkozás és a móka. Velem jössz, ugyanis Sanyi a mi disznónkat vágja, éppen szüksége van némi segítségre. Péter megtorpant és hirtelen visszaválaszolt, de édesapám, én nem akarok semmiféle disznóvágásra menni. Már várnak a fiúk a kapuban, és egész nap tűzifát fogunk gyűjteni az erdőből Samu családjának, mert anélkül maradtak. Az apa ráförmett. Nem mész sehova, fiam, a saját családod szorul most segítségre. Na erígy, húzd a csizmát, és tüstént indulunk is. Nem kellett messze menni, hiszen Sanyi bácsi csupán két házzal arrébb lakott, és amint kiléptek a kapuajtón, már is meglátták a sok sürgőforgó embert, akik segítkeztek a feladatok elvégzésében. Amint odaértek, Péter elsőre meghökkent a látványon. Az iparkodó kezek sokasága, az erős illatok és a hangoskodó falubeliek kissé megrémisztették. Azonban mielőtt megfutamodott volna, odalépett hozzájuk az őszintén mosolygó Sanyi bácsi, aki üdvözölte Pétert és belekarolt, hogy körbevezesse. Péter gyerekkora óta ismerte a korosodó Sanyi bácsit, és nagyon jól tudta, hogy ha finomságokról van szó, nála lehetett a legjobbat kapni a városban. Sanyi bácsi híres volt tréfás modoráról, és a legkomolyabb mészáros mesterséget is úgy mutatta be, hogy menten elmosolyodott bárki emberfia. Péterrel együtt az összes asztalt végigjárták, és Sanyi bácsi végtelen türelemmel és mókás egyszerűséggel elmagyarázott a legénynek minden egyes lépést. Amikor a legutolsó asztalhoz értek, néhány darab tepertőt emelt ki a sercegő olajból, és így szólt a fiúhoz. Figyel csak meg, Péter, hogy a frissen sült, ropogós töpörtyűnél finomabb csemege nincs az egész világon. A recept viszont, ami miatt ilyen isteni íze van, szigorúan titkos. De lehet, hogy majd egyszer, amikor nagyobb leszel, elmesélem neked a valódi házi töpörtyű titkát. Sanyi bácsi szavai még sokáig visszhangzottak Péter fejében. A legény csillogó szemekkel tért haza, és teljes lelkesedéssel mesélt édesanyjának az aznapi disznóvágás kalandjairól mindaddig, amíg apja lefeküdni nem küldte, azzal érvelve, hogy másnap ismét iskola van. Reggel Péter messzire elkerült az iskolát, és egyből Sanyi bácsihoz ment. Az öreg mészáros elsőre mérgesen leszitta, amiért meglógott az iskolából, majd úgy döntött, hogy próbára teszi a legényt, és odarakta kolbászt tölteni. Néhány szónyi magyarázat után magára hagyta a fiút, hogy bajlódjon a feladattal. Majd kiment az udvarba, hogy szerezzen be egy csirkét a napi húsleveshez. Amikor azonban visszatért, leesett az álla. A gyermek az egész kolbászt elkészítette, amit hátrahagyott számára, és micsoda szakértelemmel. Az öreg megkóstolta a kolbászhúst, és elképedten felkiáltott. Hát fiam, te egy ős tehetség vagy. Péter ezentúl nap mint nap ellátogatott az öreghez, aki szívvel lélekkel tanította a mészáros mesterség legféltettebb titkairól, szakszerű metódusairól, és elképedve figyelte, amint a legény egyre ügyesebb és ügyesebb lesz, túl nagy erőfeszítés nélkül.
Péter úgy érezte, hogy végre megtalálta azt a feladatot, amit valójában neki szántak az égiek, és minden nap fáradtan, de boldogan tért haza. Egyik este azonban édesapja maga elé hívatta, és mérgesen így szólt. Péter, fiam, találkoztam a tanítóddal, aki szerint egész hónapban az iskola felé sem néztél. Mit jelentsen ez? Édesapám, de hiszen nincs már szükségem iskolára. Sanyi bácsi a szárnyai alá vett, és ő maga tanítja meg a mészáros mesterség fortéjait. A legjobb mestertől tanulhatok az egész városban, és közben azt csinálom, amit ténylegesen szeretek, válaszolta csillogó szemekkel Péter. Hogy az én fiam mészáros legyen? Soha! Fiam, hétfőtől visszatérsz az iskolába, és tovább tanulsz. Te jegyző családból származol, apád is jegyző, nagyapád is az volt, meg dédnagyapád is, és te is az leszel. Nem vesztegetheted el az életed egy ilyen mesterséggel, amiben egy hónap múlva beleumsz. De édesapám, én nem akarok jegyző lenni, és nem is leszek az. Nem nekem való a hivatali munka, én mészárosnak születtem. Azzal kiviharzott a konyhából, és egyenesen Sanyi bácsi felé vette az irányt. Sanyi bácsi pátyolgatta a legényt, bátorította, de sehogy sem sikerült jobb kedvre deríteni a megbántott Pétert. Ekkor támadt egy ötlete. Átlépett a másik szobába, majd rövid időn belül egy barna papírba csomagolt ajándékkal tért vissza, és így fordult a legényhez. Péter, tudnod kell, hogy ez csak kis akadály az életedben, melyet holnap-holnap után már el is felejtesz. Katona dolog ez, hamar elmúlik. Amikor azonban életed forduló pontjához kerülsz, és úgy érzed, hogy nem találnád a kiútat, bontsd ki ezt a kis ajándékot, hiszen ez minden helyzetre kifogástalan megoldást kínál. Meg kell ígérned azonban, hogy csak akkor nyitod fel a csomagolást, amikor valóban nagy gondban vagy, és szükséged van egy igaz barát segítségére. Ne feledd, hogy ebből az ajándékból csak egyetlen egy van a világon, úgyhogy jól becsüld meg, és vedd hasznát a mindennapokban is. Most pedig eredj innen, anyád már biztosan idegeskedik miattad. Gyerekek, vége a második mesének, jövő héten újra találkozunk.